Kristályok, tollak, különleges anyagok díszítik ezeket az aprólékosan kidolgozott maszkokat. Az alkotót, Nemes Károlyt 2006-ban egy velencei karneválon tett látogatása során ejtette rabul a hangulat. Mivel egy eredeti állarcra akkor nem volt pénze, elhatározta, hogy maga készít egyet. Ez azonban pontos leírás híján nem volt egyszerű. Több éves kutató munka eredménye volt, mire az első állarcig eljutottam, el is hoztam a legelső állarcot, a zöld Jokert, amit itt pont látunk mellettem, és hát gyakorlatilag azóta már több mint 60 állarcot készítettem, de ez a varázslatos virág ez magával ragadott, és azóta is foglalkoztat. 2010 óta 60 állarcot készített el. A legtöbb maszk tervezése hónapokat vett igénybe, a kidolgozás pedig további hetekbe telt. A Váci Mihály Kulturális Központ munkatársai már korábban felfigyeltek az alkotó munkásságára, aki évente csak egyszer, a farsangi időszakban állítja ki a különleges darabokat. 2012 óta, tehát most jubiláli kiállítás szempontjából 10 éve vannak kiállításai Budapesten több helyszínen, az ország néhány agóreájában, Tatabányán, de kisebb városokban is volt, és tényleg nagy örömünkre időben megkerestük, így most Nyíregyházán, a farsangi időszakban Nyíregyházán látható. Ez a nagyon-nagyon különleges és nagyon szép becses kiállítás. A Karnevál című kiállítás február 27-éig látható a Váci Mihály Kulturális Központ első emeleti galériájában.